Köszöntöm kedves nézőinket a Kincs, ami van ezévi első adásában. A Dunakanyarba, a Szent Margitról elnevezett Dömösi prépostságba hívom Önöket. Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, ahány a szépség gazdag kebelén. Dömös az Árpád-házi királyok kedvelt tartózkodási helye volt. Királyi kastély is épült itt. A 12. század elején a kastély mellett prépostságot és káptalant alapított Könyves Kálmán király testvére Álmos herceg. Dömös a Dunakanyar által körülölelt erdős hegyvidék, a honfoglalástól kezdve a fejedelmek, majd Árpád-házi királyaink családi birtok területe volt. Több palota és vadászkastély épült itt a Pilis erdőben, ahogy a középkorban nevezték a területet. A 12. század elején korábbi királyi kastély mellett itt alapított prépostságot és káptalant 1107-ben Álmos herceg, Könyves Kálmán király öccse. Az alapításról, a felszentelésről a híres képes krónika is beszámolt, sőt, arról az eseményről is, amely a prépostság ünnepi eseményeit kissé háttérbe szorította. A herceg ezután Dömösön monostort épített, meghívta a királyt, jöjjön el a felszentelésre. Úgy is történt. Azután a palotabeliek megvádolták a herceget, keletszét készít, hogy megölje a királyt a monostor épületében. A király haragra gyúlt, és el akarta őt fogni, de a főtisztelendő püspökök és más derék főemberek tudták, hogy ez hamisság, és csak a herceg ellenségei találták ki. Közben jártak érte a királynál, és összebékítették őket. Ám a történet mégsem végződött happy enddel. Könyves Kálmán ezután már többé nem bízott meg az öccsében, aki később a német császártól kért segítséget a király ellen. 1113-ban ugyan békét kötöttek, Könyves Kálmán mégis elfogadta öccsét és annak fiát, Béla herceget, és megvakítatta őket. Ezek után Álmost Dömösre vitette a saját monostorába. Ekkor a prépostság még nem épült fel teljesen, az építkezés csak 1138 8-ban fejezte be Álmos fia, második Vak Béla király, és ráadásként gazdag adományokkal látta el. A monostor egészen a középkor végéig működött, bár nem volt könnyű élete. 1242-ben valószínűleg felégették a tatárok, de csak hamar újjáépülhetett. Aztán előbb Károly Róbert akarta megszüntetni rossz állapota miatt és az óbudai prépostsággal kánonilag egyesíteni, majd Zsigmond király kívánta az olivetánus bencéseknek adni az épület együttest. 1321. december 8-án pedig a fellázadt visegrádi várőrség támadása után teljesen elpusztult és lakhatatlanná vált. De még ezt is túlélte az épület együttes. A 15. században aztán Zsigmond király eltöröltette a dömösi prépostságot és az Olajfák hegyéről nevezett Olivetán benedekrendi szerzetesek apátságává alakította 1433-ban. Az olivetán szerzetesek el is foglalták Dömöst, azonban 1446-ban lemondtak apátságukról és elköltöztek innét. A megüresedett apátság Hunyadi János idején ismét prépostsággá lett, élére pedig a kormányzó egyik kedvelt emberét, hosszúaszai Botos István esztergomi kanonokot, királyi kancellárt, Szent Tamási prépostot nevezték ki. Ettől kezdve az esztergomi érsek joghatósága alatt állt a prépostság 1501-ig, amikor 6. Sándor pápa a nyitrai püspökséghez csatolta. Az egyesítést 1503. október 3-án 3. Pius pápa megerősítette. Ezek után a nyitrai püspökök lettek egyúttal dömösi prépostok is. A prépostság díszes épületeit már 1526-ban, Buda elfoglalása után felégette a török, ám végleges pusztulása 1543-ban következhetett be, Visegrád és Esztergom elfoglalása után. A 18. században a romjainak egy részét a lakosság elhordta építkezésekhez, 1733 és 1744 között pedig gróf Erdődi Ádám nyitrai püspök dömösi prépost a régi épület köveiből építeti fel barokk stílusban a község mai templomát.
Köszöntöm a stúdióban Raffay Endre művészettörténészt. A kisfilmből is hallhattuk, és a bevezetőben én is elmondtam, hogy itt legalább maradtak írások, történetesen a képes krónika a prépostság felszenteléséről. Ez kordokumentumnak számít, ugye? Nagyon fontos Dömös esetében az, hogy valóban források szólnak az épülettől, az épület felszenteléséről, tehát a koráról, a hozzátartozó intézményi háttér rendezéséről, és tudjuk a forrásokból, kik voltak a szereplők, az alapítók, a felszentelésnek a résztvevői, illetve tudjuk azt, hogy ebben a királyi prépostságban ki volt az a herceg, aki élt. Ugye sok esetben ezek a források hiányoznak, és arról ábrándozunk, hogy milyen jó lenne, ha kövek és a terek beszélni tudnának. Ebben az esetben már vannak eredeti faragványaink, köveink, eredeti tereink ugyan nincsenek, tehát a dömösi prépostság hozzátartozó templom épületnek eredeti terei nem léteznek, rekonstruált az altemplom, ami ott jelenleg a helyszínen látható, de én úgy gondolom, hogy erre majd még érdemes lesz néhány mondatban kitérni. Viszont vannak eredeti faragványok. Most ezek az eredeti faragványok ott voltak akkor is, tehát 1107-ben, 8-ban, amikor a templomot felszentelik, legalábbis a keleti részét, az altemplomot és a szentét, a főszentét felszenteli. Könyves Kálmán király, mint vendég ott van ezen a felszentelésen, hiszen az ő testvére, öccse Álmos az, aki ezt az épületet és ezt az intézményt egyáltalán létrehozta és felépítette. Úgy tűnik, hogy Álmos egy jeruzsálemi zarándokútról tért vissza, és a zarándokút élményével a háttérben vesz részt ezen a felszentelésen, és ebben az időben éppen jóban vannak. Tehát Könyves Kálmán király és az öccse között most éppen nincs testvér. Harc. De később, és ezt szintén a képes krónikából tudjuk, épp a dömösi templom a tanúja ennek a testvérharcnak, az újbóli fellángolásának. Vagyis mi történik? Az történik, hogy Könyves Kálmán ugye megvakítatja Álmost, és az ő kicsi fiát, Bélát. Erről igen. Beszélne, valójában mi az oka ennek a testvérharcnak? A trón? Nyilvánvalóan a trón, nyilvánvalóan a hatalom, illetve az a tanácsadói réteg, amely körülvette a királyt is, meg a herceget, az ő érdekeik nyilvánvalóan ott voltak átérve, sajnos az egész Árpád-kor. Tehát a két testvér között más-más tanácsadók állnak. Mögöttük más-más tanácsadók, az ő érdekeik nyilvánvalóan más-mást kívánnak, vagy követelnek. Sajnos az egész Árpád-kort jellemzi ez a testvérharc, ez a testvérháború, úgyhogy lehet mondani, sikeresen írtották egymást az Árpádok, míg nem elfogytak, lehet mondani, legalábbis fiú utód nélkül halt ki az Árpád dinasztia. De térjünk vissza a préposztsághoz. Éppen itt alapította Álmos. Ez a terület, tehát a Pilis terület, ez a királyságnak a központja. Tehát ez korábban nyilván fejedelmi birtok, később mindenképpen királyi birtok, királyi vadászterület, és nyilván a hercegségéből, amit a Könyves Kálmán felszámolt, itt maradhatott olyan birtok, ahol ő ezt megalapíthatta, illetve ahol birtok adományokkal láthatta el ezt az intézményt. És hát nem utolsó sorban itt az Álmos szem előtt lehetett. Tehát közel volt a királyhoz, közel volt a királyi központhoz, ne felejtsük el, hogy Salamont is Visegrádon tartották, mondjuk úgy házi őrizetben, szintén egy egyházi, nyilvánvalóan egy egyházi intézményben, nem a Salamon toronyban, mert az nyilvánvalóan későbbi. Tehát itt szem előtt is lehetett, tehát a házi őrizet az nyilván megkívánja azt, hogy ne az ország valami eldugott részében legyen a fogvatartott, vagy az őrzött, ahol esetleg újabb összeesküvést szőhetnek, vagy szőhet ő, vagy szőhetnek mondjuk az ő nevében. Tehát Álmos itt szem előtt lehetett, úgyhogy annak ellenére, hogy nagyon hamar, tehát sor kerül az ő megvakítatására. Képes krónikából tudjuk, hogy ez nem volt elég Könyves Kálmánnak, hanem amikor a halálát érezte közeledni, akkor úgy gondolta, hogy hát egy megvakított herceg is veszélyt jelenthet az ő fia hatalmára, tehát a soron következő király hatalmára, ezért úgy döntött, hogy megöleti. Hogy megöleti Álmost. A képes krónikából tudjuk, hogy Álmos kinn ül a templom előtt, Dömösön ott szomorkodik a sorsán, nyilván, hogy megvakították, nyilván, hogy a kisfiát, a kis Bélát is megvakították, sőt, kasztrálták is a kisfiút, hogy nehogy utóda legyen. Persze a képes krónikának nem is a szövegéből, hanem az egyik illusztrációjából tudjuk, hogy és a későbbi fejleményekből is nyilvánvalóan, hogy a kis királyfi ezt megúszta, és
és egy kutyával végeztek helyette, nyilvánvalóan, hiszen az ő vitte tovább az Árpádok családját, tőle származtak a későbbi Árpádházi uralkodók. Szóval ott szomorkodik Álmos herceg a prépostság előtt, amikor valami gyanús neszeket hall, valami a fülébe jutott, és bemenekül, talán inkább bebotorkál a templom főoltárához, a Szent Margit oltárhoz. Innen is lehet tudni, hogy akkor nyilvánvalóan már egy jelentős része állhatott az épületnek, tehát az a felszentelés, ami néhány évvel korábban történt, az nyilvánvalóan az egész keleti részre vonatkozhatott. Lehet, hogy az egész épület nem volt képítve, nem volt befejezve mondjuk a nyugati rész, vagy a nyugati részek nem voltak még készen, de a keleti rész nyilvánvalóan használatban volt, és nem csak egy alapkövet szenteltek fel, hanem valóban a templomot. Szóval a főoltárhoz menekül a herceg, és botfia Benedek beront a templomba, utána megy, és megpróbálja az oltártól elvonszolni. Ő kapaszkodik az oltárba, vagy az oltárnak valamilyen részébe, és ez a kapaszkodás nyilván erőteljes, nyilván máshogy nem is tud védekezni, csak az isteni segítséget, vagy Szent Margit oltalmát óhajtja. Még a bőr is felhorzsolódik a kezén, amint a Benedek megpróbálja elcibálni. Na most úgy tűnik, hogy nem sikerült elcibálni, illetve a papok közbeavatkoztak, és ezt a Benedeket elűzték, legalábbis elmenekül, és aztán a Pilis erdejében a krónika szövege szerint meg is hal ez a Benedek. Tehát túléli ezt a második támadást a herceg, és aztán túléli Kálmánt, mert Kálmán nagyon hamar meghal, megkoronázzák utána a fiát, és ő nyilvánvalóan továbbra is itt van Dömösön, de elmúlik majdnem egy évtized, vagy lehet, hogy egy évtized is, amikor már nem tud itt maradni, és elmenekül az országból. És úgy tűnik, hogy a bizánci császárság őt befogadja, és ott is hal meg, aztán már nagyon hamar Bizáncban, és majd amikor az ő fia, a felcsepperedett, kicsi és megvakított Béla kerül a királyi trónra, akkor hazahozzák az ő holttestét, de furcsa módon nem Dömösön, legalábbis a kronika szerint, hanem Székesfehérváron temetik el, ott hal egyébként Könyves Kálmánt is. És ahol általában az Árpádházi uralkodók. A 12. században általában valóban az Árpádházi uralkodók, a Székesfehérvári királyi, az is prépostsági templom temetik el. A 11. században ez nem volt szokás. 11. században Szent István saját maga temetési helyeként megalapítja a Szűz Mária prépostsági templomot Székesfehérváron, de az ő utódai, ők nem oda temetkeznek. A fiát ők még kénytelen oda temetni nyilvánvalóan, de az ő utódai nem oda temetkeznek. A 11. században az volt a jellemző, hogy saját alap, az uralkodók a saját alapítású templomaikba, monostoraikba, vagy olyan székesegyházakban, amelynek a felépítése hozzájuk kötődik, temetkeztek. A 12. században épp Könyves Kálmán tevékenységének következtében alakul ki az, hogy Székesfehérvár királyi és királyné temetkező hely lesz. Aztán a 13. században is vannak már kivételek, de úgy tűnik az Árpád korban ez volt inkább a jellemző, tehát Székesfehérvár. Most Álmost igazából Dömösön kellett volna eltemetniük, mert hogy az volt az ő saját alapítású egyház intézménye, ő épített a templomát, ott van a felszentelésen, és ott éli életének elég nagy részét, vagy szomorú életének mondjuk úgy elég nagy részét. A fia mégis úgy gondolta, hogy a királyok között a helye Székesfehérváron, úgyhogy oda temették el végül, de mondom, a képes kronikából tudjuk ezt a dolgot rekonstruálni. A 12. századból térjünk vissza a mába. A 70-es években voltak itt régészeti ásatások, feltárások. Amit most látunk, az eredeti vagy rekonstrukció? Gerevics László nagyon szeretett úgy tűnik a Pilisben ásni, hozzákötődik például a Pilis Szentkeresztnek a feltárása, és ő volt az, aki az ásatást itt Dömösön is vezette. Vagyis ami Dömösről tudunk, azt mind az ásatásnak köszönhetjük. Nem a forrás, meg a történeti vonatkozásokat, hanem a tárgyi emlékek. Azok majdnem mind itt az ásatás alkalmával kerültek tárgyi elő. Emlékek is kerültek tárgyi elő, emlékek. Nos, tehát elsősorban, nem csak kövek, hanem leletek is. Így van. De ami leginkább, tehát ami a művészettörténetet leginkább érdekli, az a templomnak az alaprajza, a szerkezete, amelyre valamiféle rekonstrukciót el lehet képzelni, illetve a faragványanyag oszlopfőkről van természetesen szó. Most az ember lemegy ide
bele ebbe az altemplomba, akkor egy szobaméretet talál. Valóban ilyen kicsi volt, vagy ennyi került elő? Az altemplom nem volt nagy méretű. Na most az előbb ugye feltette a kérdést, csak én még nem válaszoltam rá arra vonatkozóan, hogy mi az, amit ott látunk. Amit ott látunk, az egy rekonstrukció. Tehát ha most lemegyünk a dömösi altemplomba, akkor egy rekonstruált, az 1980-as években készült térbe jutunk. Egy olyan térbe, amelynek az alaprajza és a felépítménye az ásatásnak köszönhetően hitelesen volt rekonstruálható, sőt, mint ahogy említettem, oszlopfők és faragványok is előkerültek, ezek is ott vannak most nagy részt az altemplomban, tehát ez a rekonstrukció eredeti darabok beépítését tűzte ki célul, ezek az eredeti darabok most is ott vannak, és ott lehetnek, hiszen ez az altemplom kapott egy lefedést, amely nem rekonstruálja az eredeti boltozatos megoldást, mondjuk imitálja, lehet mondani. Tehát a tér, ami ott van, az teljesen új és teljesen modern, lehet mondani műemlékvédelmi tér, amely igazán, tehát eredeti hangulatot nem adhat vissza, hiszen egy-egy rekonstrukció mindig a saját korrára vonatkozik. Tehát ebből a térből mi elsősorban az 1980-as évek műemlékvédelmi elveit tudjuk rekonstruálni, viszont ott vannak az eredeti faragványok, amelyek viszont valóban az 1100-as évek elejére röpítenek vissza bennünket. Nem csak ott, egyébként például a Magyar Nemzeti Galériában is van dömösi faragvány, sőt az esztergomi kőtárban is kerültek el olyan faragványok, amelyek dömösről kerültek át Esztergomban. De valójában ez a feltárás megmutatta azt, és megmutatja ma is, hogy milyen lehetett ez a prépostság a 12. században? Igen, ennek a feltárásnak köszönhetően tudjuk azt, hogy nagyjából milyen épületek voltak ott, illetve a templom épület hogyan nézhetett ki. Tehát, hogy volt egy altemploma, az altemplom fölött volt egy emelt szentély, ahova nyilván lépcsőkkel lehetett felmenni. Elképzelhető, hogy volt egy keleti toronypár, amely segítségével ez az altemplom is megközelíthető volt. Tudjuk azt, hogy egy háromhajós templom, vagyis nyugatabb rész tartozott a templom korábban épült keleti részéhez, és a faragványokról képet alkothatunk arról, hogy úgy tűnik itt Észak-Itália, tehát lombard hatások érvényesültek a szobrászatban, úgy, mint ahogy ebben a korban Magyarországon, és máshol is a lombard hatás az döntő volt. Nagyon érdekes ennek. Nincs semmilyen eredeti ebben, ami csak ide illik? Tehát inkább az észak-olasz hatás figyelhető meg, és a lombard hatás eredeti, ami kifejezetten az Árpád korra jellemző, nem található? Az Árpád kort is nagyon sok szempontból, tehát az egyetemes művészettörténeti vonatkozások szempontjából lehet megítélni. Tehát Itália hatást, dél-francia hatást, vagy dél-német hatást nem lehet kiszűrni. Szóval ezek a hatások mesterekkel, igényekkel, megrendelőkkel is elérték Magyarországot. Tehát nyilván ez azzal magyarázható, hogy főleg szerzetesek érkeztek, és ugye ők hozták magukkal az építészeti szokásaikat. Igen, igen. Tehát itt nem lehet külön választani, hogy ez most magyar és árpádkori, ez pedig nem tudom, észak-itáliai hatás, hanem észak-itáliai rokonságról lehet beszélni, amit az árpádkornak a kőfaragói itthon sajátos stílusban, az ő kezük stílusában, és nyilván ez egy kvalitás is társul, megvalósítottak. Na most az nagyon érdekes viszont, hogy ha épülettípusokról beszélünk, már pedig itt az épülettípus épp az ásatásnak köszönhetően nagyon jól rekonstruálható, az, hogy itt egy emelt szentélyes épülettől van szó, és hogy altemplom tartozik hozzá, ez nagyon speciális, de nem társtalan a magyarországi emlékanyagban. Úgy tűnik, hogy időben ehhez nagyon közel áll például a pécsi székesegyháznak az építménye, ahol szintén van emelt szentély, ahol szintén van altemplom, nem beszélve arról, hogy ott sokkal több az eredeti forma. Sőt, lehet gondolni azt, hogy a Friedrich Schmidt-féle 19. századvégi újjáépítést épp az altemplom élte túl a pécsi székesegyházból. Ott egy hatalmas méretű altemplomról van szó. Szóval a dömösi a sokkal kisebb. De a 11. századból is tudunk nagyon jó altemplomos példákat, például a feldebrői templom, amely szintén egy, lehet mondani, egy szomorú sorsú uralkodóhoz köthető, ugye uralkodóhoz, Abba Sámuelhez. Ott viszont valóban eredeti állapotban tudunk tanulmányozni egy altemplomot, viszont fölül le az emelt szentélyes megoldás az eltűnt, de már a középkorban eltűnt. Az újabb kutatások arra utalnak, vagy legalábbis eljátszanak azzal a
feltételezési lehetőséggel, hogy az esztergomi székesegyház építménye és az érseki székesegyház építménye és legalábbis a keleti részen rokonságba hozható a Dömösivel, pontosabban a Dömösi az esztergomival. Elképzelhető, hogy ott is volt egy altemplom. Minden eset, az esztergomi székesegyház esetében a kutatás azzal számol, hogy volt keleti toronypár. És ezzel a székesegyház is és a Dömösi templom is a, mondjuk ugye a keleti toronypáros épülettípus magyarországi rokonságába vagy családjába tartozik, amelyek között, mint ahogy említettem, az altemplomos megoldás is előfordul. Még sokáig hallgatnám, de már nem sok időnk van. Még egy dologról azért beszéljünk. A dömösiek tudják, hogy itt van ez a műemlék, és ez nekik fontos, de mit jelenthet ez a hazai művészettörténetben? A hazai művészettörténet számára nagyon fontos ez az emlék, tehát a faragványok is, azok az építészeti megoldásokat, amelyeket a régészeti feltárásnak köszönhetően ott tanulmányozhatunk, mint ahogy említettem, tehát az altemplomos, a keleti toronypáros megoldás szempontjából. És még egy szempontból nagyon fontos ez a templom, és akkor itt visszautalnék a forrásokra, az, hogy a templomnak legalábbis a keleti részét, és azokat a faragványokat, amelyeket mind a mai napig tehát a helyszínen tanulmányozhatunk, időhöz tudjuk kötni. Itt nincs nagy tere a vitatkozásnak, ahol amely alkalmával gyakran egy faragványt több évtizeddel jobbra-balra lehet tologatni. Ezeket nem nagyon lehet máshova, vagy nem lehet máshova helyezni, mint a 12. század legelejére. A Magyar Nemzeti Galériában fennmaradt nagyméretű oszlop, ami Dömösről származik, és valószínűleg valahol a felső részéből származik az épületnek. Esetében lehet vitatkozni, hogy esetleg, amikor a Vak Béla, mint király itt rendezi az alapítást, ugye 1137-ben járunk már, akkor folytatódik az építkezés, és bővítik az épületet, vagy befejezik munkát felé. Tehát lehet, hogy az a nagy fejezet erre a korszakra tehető, de a kicsik semmiképpen sem. Azt lehet tudni, hogy hány évtized alatt épült meg a prépostság? Tehát amit felszentelnek Könyves Kálmán jelenlétében és Álmos herceg részvételével, az néhány évnek az építkezése nyilvánvalóan. Tehát de akkor a századnak a legelején. A mai építkezésekről is beszéljünk, mert egyáltalán érdemes még itt építkezni és feltárásokat végezni? Feltárásokat mindig érdemes végezni, hiszen a újabbkori régészek mindig találnak valamit, vagy hitelesítik a korábbi régészeti ásatásoknak az emléket. Nagyon fontos egyébként a régészeti dokumentációnak, a naplónak, a töredék leleteknek a részletes publikálása. Tehát Dömös ilyen szempontból mind a mai napig lehet mondani hálás téma. Tehát a már elvégzett ásatásból is még egy csomó mindent, mint következtetés levonhatunk, de én úgy gondolom, hogy további ásatásokra is lehet majd számítani. A rekonstrukció persze nagyon óvatosan is vigyázva kell bánni, mindenképpen az eredeti falaknak a konzerválása az nagyon fontos, illetve az eredeti leleteknek, faragványanyagnak, szórványemlékeknek a kőtári őrzése. Azt hiszem, hogy egy olyan fontos feladat, amelynek amely nem megkerülhető, hiszen az az örökség, ami itt számunkra fennmaradt, és ami több évszázadon keresztül a föld mélyében volt, ránk van most bízva, hogy ezt megőrizzük, és utódainknak is hozzáférhetővé tudjuk tenni. Ez így legyen, és ráadásul tavasztól őszig látogatható is így a maradvány. Így van. Tehát látogatható, akik ott járnak a Pilisben, vagy megnézik Visegrádot, vagy tovább mennek Esztergomba, én úgy gondolom számukra nagyon érdekes és értékes élménnyel szolgáltat az, hogy megállnak Dömösön, megnézik a rekonstruált altemplomot, és az altemplomban az eredeti faragványokat, és mondjuk felidézik Könyves Kálmán király korát, Álmos herceg sorsát, és a Álmos herceg fiának, Vak Bélának az uralkodását. Hát reméljük, így lesz. Raffay Endre, köszönöm, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm. Nézőinknek pedig köszönöm, hogy ma is minket választottak. Találkozunk két hét múlva, de addig se feledjék, az állam vagyona, a nemzet vagyona. A nemzet pedig mi vagyunk. Viszontlátás.